Az ősz egyik legfontosabb mérkőzéséről van szó, két bajnok esélyes csapatról, ráadásul két olyan csapatról, amelyik ugye a forduló előtt az első két helyen állt a bajnokságban. Ha nyer a Debrecen hazai pályán, akkor pontszámban utoléri a Videótont és jobb gólkülönbségével átveszi a vezetést a tabellán. Gyurcsó és Zsidai fut verseny, Gyurcsó szép csel a 16-oson belül, visszahúzta a rövid sarokra, és csak szögletet ért el. Azért mondom, hogy csak, mert talán ebben több volt. Álvarez. Beinheisler fordulásból, ez egy szép mozdulat volt, kapura is ment a lövés. Mondjuk nem volt védhetetlen, de akkor is láttunk egy kis focit. Mellett próbálta Volász letenni a labdát, de Vitor Gomes járt arra. Ez jó labda, elvéti. Hát ez nagyon érdekes szituáció, mert amikor Nikolic elindult, akkor még egyáltalán nem jelzett a partjelző. Amikor szállt a labda, elrúgta Nikolic a labdát, ezért fog lapot kapni. Nem kap érte lapot. Ettől függetlenül lehet, hogy les volt, ezt innen nehéz megállapítani. Orhut emeli be a labdát, ez nagyszerű volt, Vadnai vissza Ferencinek. Volász láb alatt marad a labda, Kulcsár lövésébe ketten is belevetődnek, még mindig ott van, ez pedig már fölé száll. Vadnai Dániel volt, aki végül befejezte. Caneira, elpöckölt a labdát Ferenci, Kulcsár, ide rosszul találta el. Vitor Gomes, Nikolicsnak, hát nagyjából előre rúgta a labdát, ebből sincs komoly helyzet. Lehezler, ez egy finom passz volt, Lehezler a 16-oson belül. Hogyan tovább? Hoppá! Még mindig ott van a labda, Gyurcsó és gól! Hát mit csinált a védelem? Mit csinált Máté? Hát úgy tűnt, hogy már föl fog szabadítani, és egyszerűen ahelyett, hogy kivágta volna a labdát, ott hagyta. Nem tudta, hogy hova esett a labda. Gyurcsó a gólszerző. Volász. Volász be középre, Szidibe! Nem érte el a labdát. Szidibe. Mehet Szakály, nem volt les, Szakály a 16-oson belül, beemeli, még mindig ott van, 1-1, Szidibe, aki csereként jött be. Úgy tűnt, hogy nem lesz jó, mert Szakály talán nagyon rávezette Kalatayudra a labdát, és már nem tudta elrúgni mellette, de fölpördült a labda, és Szidibe érkezik, aki egyenlít, 1-1. Kulcsár gyorsít föl, próbálja két ember közé bevinni, szerencsé van, előtte marad a labda, jó a csel, és az utolsó pillanatban rúgja ki előre Vitor Gomes. Szépen csinálta Kulcsár, Lázár, Kulcsár, ott a labda középen, Volász nem tudta kapura irányítani. Szakály Péter fogja berúgni a szabadrugást, ez közvetett egyébként, egy csúsztatott labda, és pont így lett jó Volásznak, ha jól láttam, Szolnoki csúsztatta meg, átkerült a hosszú oldalra, ahol Volász volt, fordít a Debrecen. Nem tesz rá Vad2, azt gondolja, hogy elég feszült a meccs, nem tesz hozzá, 2-1 arányban nyeri a Debrecen.